Épp a zsűrinek mutatják be jelmezeiket a domovári városi farsang résztvevői. A covidos időszak után újra nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a családok a már régi hagyománnyal rendelkező mulatságba, a városi farsangba, ahol a több kézműves foglalkozás mellett még arcfestés is várta a lurkókat. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek az idén, és minden évben ilyen nagy a látogatottsága. A gyerekek és a szülők egyaránt kedvelik ezt a rendezvényt. Igyekszünk olyan programokat szervezni ezen a napon, hogy nekik való legyen mindenképpen, és nagyon jól érezzék magukat a kicsik, kicsit nagyobbak és a felnőttek is. A mai napon egy művésszó, bohóc műsorral kedveskedünk a gyerekeknek. A legnagyobb örömet számukra mégis az okozta, hogy magukra ölthették kedvenc mesehősük jelmezét, amiben önfeledten szórakozhattak a délután folyamán a művelődési ház rendezvényén. A szülők jó dolognak tartják ezeket a közösségépítő programokat, a városi farsangra igyekeztek minél ötletesebb maskarát gyermekükre adni. Nagyon jó, mert így legalább közösségben tölthetjük az időt, megismerkedhetünk másokkal, meg tudjuk osztani az örömünket a többiekkel. A domovári városi farsang elérte célját, megmozgatta a településen élő családokat. A jelmezt öltött gyerekek pedig remélhetőleg messzire üzték a hideget.